Te is, a nevem Gábalázs, ahol látjátok, hogy az Honor-tól egy új telefon van itt az asztalon egy dobozban, ami a standard kék doboz, amit ismerünk a cégtől, a Huawei-hez tartozott cégtől, ez itt az alul márkájuk úgymond, és itt látjuk a hátraján is, rá van írva, Huawei Technologies, meg itt is, és itt látjuk azt is, hogy ez melyik készlék még hozzá az 5X, tehát azt már a hátul is lehet olvasni, mivel münchenben kaptuk itt ezt a gyönyörű kis tesztkészléket. Egy dual színes készlék, ez itt a szürke színben van, és három színben lesz majd kapható Magyarországon is, méghozzá arany és ezüstben is. Ez most a legsötétebb, úgymond a fekete változat, a Space gray nek hívja az Apple ezt, és mindjárt ki fogjuk csomagolni ezt a gyönyörű kis készléket, ami hát sajnos nem túl kicsi, 5 és fél a nagyobb telefonokhoz tartozik, de hát a nótok meg ilyeneket már ismerjük elég régóta, Európában is eléggé sokat árulnak cégek már ilyen nagy telefonból. Itt is van a gyönyörű kis készlék, amit majd mindjárt részletesebben megnézünk, hogyha még nem láttátok a hands-on videónkat, úgymond első benyomás videó. Itt látjuk majd, hogy kiveszük ezt a kis papírdobozt, amiben majd egy kicsi leírás lesz, hogy majd itt is a SIM csak úgy tudjuk kivenni, hogy kis segítsége, ezt majd mindjárt bemutatom. És aztán a dobozban már nincs túl sok minden felható, például komplet hiányzik, sajnos csak egy töltő van benne, 1 amper 5 volt, itt a huawei tól a tetén a standard dugóhely, USB dugóhely, és ennyi is a töltőről. Úgymond, és még van egy mikro USB kábelünk is, persze itt látjuk, hogy ez is megint olyan um, egy méter körül 90 centi körül lesz szokták ezeket csinálni. Egy fehér USB kábel, hogy majd a 16 giga tárhelyet ki tudjuk használni, persze, um, még fel is tölteni a készléket. Lássuk, mit találunk ebben a kis fehér dobozban. Hát egy rövid leírás, Honor 5X, Ebben az esetben most angolul lesz, de itt látjuk, hogy hogy kell majd használni az Androidot, meg stb. Annyira nem izgalmas kis leírás, nekünk is legalábbis, mivel mi, mi ezt már ismerjük, de nem is túl hosszú, hogy akár el is lehet olvasni. És itt majd a kis segítséggel um, fogunk, um, fogjuk kivenni itt a SIM kártyát, ami kettő SIM kártya, ugye említettem dual SIM, és nem csak kettő SIM van, hanem még micro SD hely is az egyik SIM kártya mellett, úgyhogy három kis kártyát is akár bele lehet majd rakni ebbe a gyönyörű fémházas telefonba, amit Honor 5X-nek hívnak. Egy új lenyomatolvasó van benne, 13 megapixel kamera, kis lámpával, vagyis sötétben is jó fotókat tud majd csinálni, kis műanyag alul, felül, nem komplet ház, persze azért, hogy legyen az antenának is még elég helye majd em, itt jó minőségben, persze v, v, adni, meg em, venni a vételt. Ha jól megnézzük, van egy kis bekapcsológombunk, meg egy hangerőszabályzunk, ezeket nem tudom, hogy mennyire lehet látni, ugye, hogyha ráfókuszálok, akkor én azt biztos, hogy érzem, hogy egy kicsit van egy struktúra rajta, ami kellemesé ezeket ezeket itt megnyomni, és kevésbé csúszós, úgymond, a telefon önmaga nem annyira csúszik, most még rajta van a fólia, hátul lesz le, és vettem majd mindjárt, de azon kívül gyönyörű a készlék, és lássuk, mit tud még. Van egy felható jackünk, persze egy mikrofonunk, és a másik oldalt, ahogy már láttátok, az előbb a SIM ide kell majd belerakni. alul lesz a sd és a SIM kártya, egy nano SIM és egy microSD-t lehet ide belerakni alulra. Így, né? Ez is komplett fémből van ez a kis rész, a ez azt hiszem műanyagból van, az mindig kicsit zavart, mostanában már nem ezt használják, de majd látjátok, ide majd még bele tudjuk rakni. A másik SIM kártyát, ez egy kicsit nagyobb, ide majd egy nano vagy egy mikroszimet lehet belerakni, amit itt látunk, itt van leírva hogy melyikbe mi kell bele, de ez csak a fóliával rányomtatva, hogy ne, ne, aggódjatok. Mikro usb majd itt tudjuk feltölteni, az egyik oldalt van egy hangszóró, más oldalt meg egy mikrofon, ez is még le van java, hogy persze a mikrofon elé ne rakjunk semmit, hogy már lehessen telefonálni is, de különben itt majd a hangszóró van benne. És hát igen, dizájnra elég szép a készlék, magyarul is tud, hogyha bekapcsolom, hogy látjátok, hogy a magyar ki tudom állszni, az Androidban mondjuk ez annyira nem újdonság. Elő van rajta egy um, 5 megapixeles kamera még, és hogy látjátok azt is, hogy már um, itt fent le, legalábbis Látni, egy műanyag kis fólia van itt a képenyő előtt, ami persze valamennyire, valamennyire amúgy is vél van karcolások ellen, a gorilla Vega remélem, gorilla de az Honor mindig már előre rárakja itt a fóliát, amitől kellemes készlék lesz úgymond itt a, ez a Honor 5X, mert nem kell még extra ilyen dolgot hozzávenni. Mondjuk egy tokot talán nem, nem ártana, hogyha még adtak volna hozzá, hát még a felható is kimaradt a dobozból, úgyhogy hát egyelőre ennyi is volt a rövid bemutatója, vagyis kicsomagoló videója itt az Honor 5X. X-nek hogy hogyha nem tudjátok elképzelni, milyen a mérete, csak mert a kezem itt van a képen, így látjátok, hogy egy Samsung Galaxy S6-hoz képest persze egy kicsit nagyobb, de hát 5,5 incsel a képen sokkal nagyobb az 5,17 hez képest. Még egyszer köszönöm, hogy benéztetek a te kettőnél. ne felejtsetek feliratkozni a YouTube csatornánkra, legközelebbig, és sziasztok!